mint bárki. Klipben, akik megszólítottak, és bármi közük is van a zenei szakmához, náluk egyiküknél sem a zenei produktumra próbáltuk meg felhívni a figyelmet, hiszen a zene szubjektív, tehát egyéntől függő, hogy kinek jön be és kinek nem. Tehát mi nem ízlésrendőrség szeretnénk lenni, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy akkor, amikor egy embernek több tízezer rajongója van, egy előadónak vagy egy zenekarnak, akkor ott nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen példával jár elő, és valahányszor lecelebeznek minket, mi is kikérjük magunknak, tehát elmondjuk, hogy mi zenészek vagyunk. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg van egy ilyen már-már elfogadott dolog a médiában, hogy mindenki, aki a tévében szerepel, celeb, akkor igen, akkor mi is celebek vagyunk, ugyanúgy, ahogy a Flor Tom is, az SP és az X-faktorosok is, vagy nem tudom, a Pataki Attila, vagy bárki. Mint kritika, hogy tulajdonképpen mi nyúljuk a Bruno Marsot. Nem szeretnék semmit se bizonygatni, mert teljesen fölösleges, mindenkire rá van bízva, hogy elhiszi vagy sem. Nagyjából ezt a videoklipet, magát a koncepciót, ezt elég régóta kitaláltuk, már akkor még nem is tudtuk, hogy a Bruno Marsnak van ilyen. Az eredeti koncepció egyébként az lett volna, hogy mesztelenre vetkőzünk a videoklipbe és úgy adjuk elő a dalt, csak aztán ezt utána elvetettük, pedig mi már csináltunk 11 éve egy ilyen videoklipet, tehát nem is lett volna újdonság tőlünk. Illetve volt egy másik koncepció is, amit a legjobban favorizáltunk, az az, hogy mi nem is szerepelünk a videoklipbe, csak mint a hátul a majmok zenélnek, és a Henny helyett pedig a Geronadzó Mária énekelte volna a dal. Ebbe igen egy kicsi olyan dolog, hogy egy ilyen picike kis fikát oda pattintunk. Muszáj mindent egy kicsit megbulvárosítani. Ez oké, ezt elfogadtuk, ezt a tényt. De sajnos nekünk is be kell menni olyan műsorokba, amihez mondjuk olyan sok kedvünk nincsen, ahol mondjuk a harmadik kérdés lehet az, hogy és egyébként mi van veletek, mi újság van, és akkor ott el tudjuk mondani azt a két jól irányzott mondatot, hogy amire éppen készülünk, vagy amivel éppen előjöttünk. Ezt le kell nyelni, tehát ez egy ilyen dolog, ez ilyen kézkezetmos alapon történik, és addig, amíg nincsenek nagyon olyan zenei szaklapok, olyan olvasott, illetve nézett fórumok, ahol ez több millió emberhez eljut, addig ez így is fog maradni.